Labdapattogástól volt hangos Pakson a lakótelepi teniszcsarnok december egyik hétvégéjén. A 2021-es év utolsó páros versenyét rendezték amatőrök számára. Az indulók között volt férfi, női és vegyes páros is. Több tucatnyian ragadtak ütőt. Régóta nem volt versenyünk, körülbelül egy-másfél évet kihagytunk. És hát most már nagyon érzett mindenki arra, hogy találkozzon, nem is a találkozás, csak a verseny érzése, a szellem és a játék, az nagyon jól esett nekik. Szép számban összejöttünk, megint egy A csoport és B csoport indult, ugye a jobbak és a kevésbé jobbak, vagy a nagyon jók és a kevésbé jók. Körülbelül nem pontosan 8 csapat indult, tehát 16 fő volt az A csoportban, és a B csoportban pedig most 5 csapat versenyez, és hála Isten hölgyekkel is büszkélkedhetünk, ők is mertek és nagyon ügyesen játszanak. Mivel elég sok csapat jött össze, és szeretnénk egy nap alatt végezni a versenyen, ezért csak egy hatos szetteket játszunk. Csoportba sorsoltuk a játékosokat, tehát az A csoportban 2 négyes csapat versenyzett, és utána az elsők az első második helyért, a második helyezettek csoport második pedig a harmadik negyedik helyért küzdhettek. A B csoportban hasonló lesz a helyzet, csak ott 3 vannak egy-egy csoportban, és ott ugyanúgy első-elsővel, második-másodikkal fog az érmekért és a kupákért versenyezni. A döntőben Simon Zoltán és Axel Simakis játszott, Krizák Jánossal és Gulyás Zoltánnal. Simon Zoltán és Axel nyerte, tehát ők lettek az elsők, és a Krizák páros pedig a harmadik. A második, bocsánat. A piros pólóban játszó Axel Simakis és a kék pólós Simon Zoltán párosa nyerte az A csoport versenyét, míg a B csoportban Komlósi Csenge és Kis Anna duója volt nyerő. Téli időszakban is a csarnokban tudunk játszani, és ez egy nagyon jó lehetőség. Viszont sajnos itt csak 2 felett pályánk van, ellentétben a Salakkal, ahol 6 pályán tudnak a játékosok játszani. Hétvégén délelőtt a csapat játszik, ők tartanak edzést, de hétközben vannak gyerekek, vannak fiatalok, vannak felnőttek is, elég szép számban tudunk játszani is. Tehát heti 1-2 alkalommal biztosan van játék lehetőségünk. Jó lenne, hogyha február elején lehetne egy Zöld Ferenc emlékversenyt tartani, de Ferinek az emlékére, aki nagyon jó barátunk és nagyon jó teniszező volt. Azt gondolom, hogy az talán lehet, hogyha nincs mondom Covid-helyzet, ha igen, akkor majd tavasszal talán még a salakítóban.